Hát először is gratulálok, de azt hiszem, hogy valahogy nagyon kevés ez az egy szó ahhoz, amit ön megcsinált ebben a majd 94 napban. Azt mondta, hogy ez egy tökéletes verseny volt, de milyen érzések voltak önben, vagy milyen érzések vannak most önben így a majd 94 nap után? Van bennem egy ilyen egészséges elégedettség. Persze fáradt vagyok mindenféle módon, fizikailag, lelkileg, idegileg. Mindegyen elfáj, sokat kivett ez az út belőlem. Gyakorlatilag mindent kivett belőlem. Itt most ez a hihetetlen élmény földobja az embert, de nagyon itt volt az ideje, hogy megérkezzem. Én ebbe beletettem apait, anyait. Beletettem szellemileg, fizikailag, amim volt, és büszkén jelenthetem, hogy taktikailag, fizikailag, sebességre, mindenhogyan kihoztam a legtöbbet, amit ebből ki lehetett hozni, és végül is azokat a célkitűzéseimet elértem, amit szerettem volna, tehát 100 napon belüli teljesítmény. A helyezésben nem volt célkitűzésem, de ez a 8. hely ez jobb, mint ami a realitás lett volna. Ehhez kellett az, hogy kiestek nagyon esélyes hajók. De hát végül is a versenyben ez benne van, be kell érni a célba, aki nem ér be, az veszített. Úgyhogy elégedett vagyok nagyon, de nagy árat fizettem érte. Nem irreálisat, akkorát, amit elképzeltem, de hát ez egy nagy ár. Ez a 90-valahány napig csúcsra járni, egy-kétszer aludtam ágyban, csak így ledőlve, hol ide, hol oda, ülve, állva, bárhogy aludtam. Szóval ez elképesztő sok energiát kiszippant az emberből, gyakorlatilag mindent. És a vendéglob az nem egy könnyű verseny, itt végig hidegben, vizes körülmények között, a mai hajók már nagyon vizesek, ahogy nő a sebesség, úgy egyre több a víz kívül, belül, mindenütt. És életbe tartani magamat, a lelkesedést, a hajót, az eszközt, mindent, ez egy 24 órás feladat végig. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megérkeztem, ideje volt, és nagyon büszke vagyok rá, hogy így sikerült. Mit jelent az, hogy tökéletes verseny futott, ugye ezt mondta a sajtótájékoztatón? Hát ez, amit mondtam, ez a meteotaktika, ez egy nagyon fontos dolog. Egyrészt kihoztam minden körülmények között a hajóból azt a sebességet, ami kihozható. Másrészt taktikailag, tehát az időjárás figyelembe vételő, amerre mentem, és ahogy a legoptimálisabb vonalon megvitorláztam ezt az egész földkerülő versenyt, ez volt tökéletes. Nem volt benne olyan hiba, amire azt mondanám, hogy na, ezen nagyot veszítettem. Talán kétszer volt olyan, hogy elaludtam, és későn csináltam meg egy műveletet, és pár mérföldet veszítettem vele, de hát ezek elenyésző dolgok. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes pályát mentem. Van olyan, amit ebből a 93 napból egy-egy pont, amit esetleg másképp csinált volna így utólag? Azt szívesen csinálnám másképp, amikor elveszítettem a vitorlát, de nem tudnám másképp csinálni, mert nem hibáztam. Az egy olyan szituáció volt, csak matt, amikor nem tudtam mit csinálni, és elhagytam, szétszakadt ott az orrom előtt. Belerohant a hajó egy hatalmas hullámba, a következő hullámnak a falán megtorpant, közben egy szélnyomás megnyomta, egy 30-valahány csomós nyomás, és paff, az orrom előtt szétdurrant az egész, egyszerűen nem bírta ki. Ezzel nincs mit csinálni, ez benne van a képben, azt nagyon sajnálom, de hát újra csinálni nem lehet. Az a vitorla az nagyon hiányzott később a verseny második felébe, ezzel veszítettem legalább másfél napot. De hát ez van, itt abból kell főzni, ami van, nem véletlen limitálják a vitorlákat, hogy vigyázzunk rá. Itt én hiába vigyáztam erre, ott akkor nem tudtam, más volt a sorsban. De összességében véve minden úgy történt, ahogy szerettem volna. Mi volt a legnehezebb? A rajttól a célig. Minden. Hát ezen a versenyen az erős szél is nehéz, a gyenge szél is nehéz. Idegileg a legnehezebb megélni az a gyenge szél, vagy amikor kifutsz a szélből. Amikor nincs szél, az a legborzam, a legőrjítőbb, inkább legyen orkán. De hát voltak kemény momentumok, amik akár kerülhettek volna a hajó életébe, de hál' Istennek megúsztuk, meg hál' Istennek, hála nekünk, akik építettünk egy olyan hajót, ami kibírta. És volt olyan pont, ahol megfordult a fejébe, hogy kész a legközelebbi kikötőbe, én elhajózom és befejezem, vagy volt esetleg olyan pont, amikor nagyon kevésen múlt az, hogy mondjuk a hajó olyan sérülés szenvedjen, vagy olyan dolog történjen, ami miatt föl kell adni ezt a versenyt? Olyan volt sokszor, amikor arra volt esély, hogy a hajó sérüljön, belementem olyan időjárási szituációba, ahol borzalmas pofonokat kapott a hajó, és bármi történhetett volna. Még itt az utolsó éjszaka is jött rám olyan jeges
havas zivatarra, amiből dupla olyan erős szél fújt, egy ilyen 80 kilométeres szél fújt ki belőle, több is volna, mennyi az 50 csomó, ez egy 90 kilométeres szél, ahol bármi történhetett volna, de megúsztuk, de non-stop ott voltam kint. Én az utolsó két éjszaka már nem aludtam, úgyhogy elég rég aludtam utoljára. Olyan meg, hogy itt a vége emeljük egy kikötőbe, mert elfáradtam, ilyen az én életemben soha nem volt. Se a szárazföldön, se vizen. Én nem az a fajta vagyok, aki elhatároz valamit, és akkor közben föladja, mert elfáradt. Itt nincs fáradtság. Itt meghalni lehet, de a baj nem. Ugye azt is mondta fönt a színpadon talán, hogy még a közönségnek, hogy ugye egy ilyen, amikor elindult a verseny, akkor át kellett kapcsolni egy ilyen gépüzemmódba. Illetve előtte pedig az is elhangzott, hogy az érzelmek, tehát nem volt szabad érzelmi életet élni. De mégis, mi hiányzott a hajóról? Gondolom én a család. A család nem hiányzott nekem, a család persze ez folyamatosan hiányzik, és mindig, amikor levelet kaptam tőlük, azt alig vártam, és megválaszoltam, és ilyen cyberen keresztül kapcsolatban voltunk egymással, ez fontos. De valóban átkapcsol az ember gépi működésbe, és ki kell kapcsolni. Ha nem tudja kikapcsolni az érzelmeit, akkor vége van. Akkor van az, hogy elkezd azon gondolkozni, most mit keresek itt, meg miért kell ez nekem, meg ez ilyenek. De ez a legbutább dolog, amit az ember elkövethet. Nem, egész egyszerűen csak és kizárólag a feladatra koncentrál, és azt teszi, és nem gondolkozik. Nincs az, hogy fázok, meg melegen van, meg fáradt vagyok, meg aludni kéne, mert és ott az ágy, de nem tudok lefeküdni, mert kint kell legyek. Ezek nem létező kategóriák. Ha nem vagy erre képes, akkor ott nincs helyed. Mennyire verseny ez? Mert nyilván egy verseny, de gondolok itt arra, hogy ugye ön is említette, hogy ugye a japán versenyző, amikor feladta, akkor ugye írt ön neki egy levelet. Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy van egyfajta bajtársiassága a versenyzők között, és amikor elindul, akkor, tehát hogy mennyire versenyez? Nem tudom, lehet erre válaszolni? Nem értem a kérdést, mert az, hogy két ember rivalizál egymással, és az egyik gyorsabb akar lenni a másiknál, ettől még nem kell ellenségnek lenni. Mi barátok vagyunk. Mi pontosan tudjuk, hogy ha valamelyünket baj éri ott az óceánon, akkor egymást tudjuk csak segíteni. Tehát mi nagyon komoly bajtársiasságban élünk, és van egy-két versenyző, akivel kifejezetten baráti viszonyban vagyok, a többivel is respekt. Nincs semmiféle negatív érzület. Az, hogy egymást le akarjuk győzni, ez evidens, ezért vagyunk itt. Ez verseny 100%-ig a legbrutálisabb módon, de ennyi. Tehát én úgy gondolom, ez egymástól teljesen független dolog. Az, hogy két ember rüheli egymást, mert le akarják egymást győzni, ez primitív, ez egyszerűen emberi butaság. Ilyen nincsen. Az, hogy két ember egymást le akarja győzni, ez evidens, de mi nem ellenségek vagyunk, hanem ellenfelek. És mi respektáljuk egymást. Milyen volt az utolsó két nap, két-három nap, amikor már közel volt, és már ugye le kellett számolgatni, kommunikálni, hogy mi lesz itt, hogy lesz. Ez mennyire vont el az ön figyelmét, hiszen említette, hogy itt a legvégén is kellett koncentrálni az utolsó méterekig. Egész a mai reggelig nekem nem volt az érzékeimben az, hogy itt vége a versenynek. Én tettem ugyanolyan gépiesen a dolgomat. Néha, hogy rám tört, amikor kaptam egy levelet, elolvastam, hogy te jó ég, itt vagyok már 1000 mérföldön belül, aztán 500 mérföldön belül, de aztán mindjárt félre is tettem, elhessegettem magamtól a gondolatot, mert ez mérgező. Szóval nem lehet türelmetlen az ember, amíg ki nem kötöm a hajót, addig ott van a feladat, és másodpercre azt kell tenni. Tehát itt reggel most, amikor kisütött a nap, és jó sebességgel, jó széllel közelítettem a kikötő fele, és megláttam az első hajókat, akkor már tudtam, hogy itt vagyok, megérkeztem, akkor ugye elragadott az öröm, elragadott az érzelem, de egész addig nem, semmi küzdelem volt még a múlt éjszaka is. Valaki pont azt mondta, itt beszélgettünk már egy-két nappal ezelőtt, akik régóta követik fel az ön pályafutását, vagy akár a Vendée Globe mezőnyét, hogy az eleje az nagyon, vagy inkább nem is az eleje, hanem nagyon-nagyon sokan vannak azok, akik eljönnek, megcsinálják, macsó vagyok, kijövök, és a többi, de hogy azért szeretik önt, és azért várták ezt a mai napot nagyon-nagyon sokan, mert hogy ön valóban meg tudja élni azt a pillanatot, hogy meglátja az első hajót, hogy meglátja mondjuk a felesége arcát, vagy a lányai arcát, meg a rengeteg szurkolót. Én egész életemben mindig mindent megéltem, és erre valahogy tehetségem van, hogy nem csak megtörténnek velem a dolgok, hanem én elég tudatosan irányítom az életemet, és megélem a dolgokat, a jót és a rosszat is. És nem vagyok szomorú a rossztól, és nem szállok el a jótól. Örülök neki nagyon, de nem szállok el. Valahogy az én habitusomból hiányzik az önteltség, mert én azt
valahol azonos értékűnek tartom a butasággal. Én ilyen vagyok, ilyen a személyiségem, és én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen vagyok, mert ez így jó. Rengeteg kérdésem lenne még, de egyetlen egy a végére. Hogyan tovább? Mik a célok? Hát most itt egy pár napig pihenek, aztán visszatérek a hétköznapi szárazföldi életemhez, és vannak dolgok, amiket látok előre, vannak dolgok, amiket nem, de Vendée Globe-val ez volt az utolsó.